intézményesítette a kormánya a polgárőrök bevonását az illegális migráció elleni küzdelembe. A határvédelmi polgárőr tagozat 2016-ban alakult, a határmenti polgárőr egyesületeket, szervezeteket összefogva, így jelenleg országszerte mintegy 2500 fővel vesznek részt az illegális migráció elleni küzdelemben. Több baranyai egyesület is tagja ennek a szerveződésnek, ők azonban most még több feladatot kapnak a déli határszakaszon. Ennek a végrehajtása zajlik most. A baranyai határszakaszon naponta 10 fő polgárőrre lesz megerősítve a határvédelem. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan 10 polgárőr a nap 24 órában, vagy természetesen 6 órás, 12 órás váltásokkal erősíti a rendőrségi állományt, valamint önálló feladat végrehajtást is hajt végre, természetesen a rendőrség szakmai irányítása mellett. A végrehajtandó feladatok ellátása érdekében a pénzügyminisztérium a belügyminisztériummal közösen mintegy 371,5 millió forintot biztosít a polgárőrök számára. Bár intézkedési jogkörük továbbra sincs, de a közvetlen kapcsolattartás és a szolgálatok szervezettsége révén ez a megerősítés nagy mértékben tudja segíteni a határvédelmet. Maga az elképzelésünk az, hogy 20 kilométeres körzetből vonjuk be a polgárőröket a határvédelembe, de abban az esetben, hogyha adott település vagy adott területen a megye nem bírja megoldani, az ország belső megyeiből is úgymond vendégpolgárőr szolgálatokat is fogunk tudni szervezni, és azzal ki tudjuk egészíteni a szükséges létszámot. A kormányrendelet szerint április 30-áig vesz részt a polgárőrség a határvédelmi feladatok ilyen szintű ellátásában. Cseh László szerint azonban az igényektől is függ az időtartam, de akár a létszám növelésére is sor kerülhet.